Tisztelettel köszöntök minden kedves résztvevőt. A Magyar Tudomány ünnepe rendezvénysorozat következő konferenciáján, amelyet a Szegedi Akadémiai Bizottság Neveléstudományi Pszichológiai Szakbizottságának Szociális Képességek Munkacsoportja tart. A programunk címe Bizonyosság és a feltételes jövő határmesdjéjén. Első előadónk Szala István, matematikus professzor. Tisztelt elnök asszony, tisztelt hallgatóság! Először is elnézést kérek azért, hogy egy matematikai előadással jelentkeztem ide, és szeretném előre jelezni, hogy ez egy kicsit fárasztó lesz. De majd igyekszem megkönnyíteni azáltal, hogy próbálom úgy mindig azt mondhatni, amire éppen figyelni kell, mert rengeteg számot fogunk látni. A legelején semmit se látunk még, mert a képzeletünkre hagyatkozunk. Mindenki képzelje el a számegyenest, ez még nagyon könnyű. Rajta van valahol a nulla, azt képzeljük az egyenestnek mondjuk így idézőjelvetett közepére, aztán tőle jobbra képzeljük el az egyest, és ami az érdekes, hogyha ezt a két számot elképzeltük a számegyenesen, akkor már az összes többi rajta van. Például, ha valaki rá akarja tenni a 1/2-et, akkor körzővel, vonalzóval, azzal az eljárással, hogy tanultuk az iskolába, meg tudja felezni ezt a 0-1 közti szakaszt, és ott van az 1/2. Kicsivel nehezebb elhelyezni rajta az 1/3-ot, de azt is meg lehet csinálni, sőt, bármilyen racionális számot el lehet rajta helyezni. Racionális az a szám, amelyik két egész számnak a hányadosa, azokat mind el tudjuk rajta helyezni. Aztán jönnek azok a számok, amik sokkal többen vannak. Ez a sokkal többen idézőjelesen értendő, hiszen mind a kettő, tehát már a természetes számok is, tehát a 0, 1, 2, 3 és így tovább, a mínusz 1, mínusz 2, mínusz 3 és így tovább, ezek is végtelen sokan vannak. Mit jelent az, hogy ennél sokkal több? Majd mindjárt megmondjuk, amikor a természetes számokról beszélek, tehát ezeket mondom, hogy 1, 2, 3, ezt megszámálható számosságnak nevezzük, mert így az ujjaimban mondom, hogy 1, 2, 3 és így tovább. Gyerekkorunkban csakra játszottunk az, hogy ki tud nagyobb számot mondani. Természetesen senki se tudta megnyerni a versenyt, mert nincs olyan szám, aminél nagyobbat ne lehetne mondani. Viszont ha azt mondom, hogy világítsuk ki ezeket a számokat pontokként, ugye megjelennek a számegyenesen pirossal, akkor szépen elkülönülnek ezek a piros pontok egymástól. Ha azt mondom, hogy azokat a számokat is vegyük figyelembe, amelyek tört számok, ezeket a matematika racionális számok néven emlegeti, és tehát ilyenek a 1/3, 2/3, 19, 28 és így tovább, akkor úgy tűnik, mintha az egész számegyenes piros fénybe borulna. Tehát egyszerűen a szemünk nem tudja megkülönböztetni a számegyenes többi pontjaitól, pedig rengeteg pont van még rajta, sőt, sokkal több, mint amennyit eddig említettem. Az ilyen pontok közé tartozik például a négyzetgyök 2. Ez az első irracionális szám. Őt arról lehet megismerni, hogyha valaki ki akarja fejezni a négyzetgyök 2 tizedes törtbe, akkor elkezdődik úgy, hogy 1,4, 1,41, 1,414, és így folytatódnak a tizedes jegyek anélkül, hogy bármiféle szakasz ismétlődés tapasztalható lenne. A racionális számoknál is előfordulhatnak végtelen tizedes törtek, például valaki el akarja osztani a százat 15-tel, próbáljuk meg fejbe, megvan benne 6-szor, és még maradt 10. Menjünk tovább. Ugye a 10 mellé le kell venni egy nullát, és az osztásnál ki kell tenni a tizedes vesszőt, és akkor megint lesz 100, abban megint megvan 6-szor. 6-szor 15, 90, marad 10. Megint kitesszük a tizedes vesszőt, és ezek a hatosok sorakoznak így a végtelenségig. Ha viszont én előveszem ezt a kis gépemet, amit nem nagyon fogok elővenni, csak megmutatom, hogy van, amiről egy ma is vita van, hogy engedjük-e használni az iskolában, mert az iskolában még nagyon ódivatú eszközökkel dolgozik, leginkább függvénytáblázattal például, amivel a jelenlevők gondolom mind találkoztak, akkor a számológép, ez a kézi számológép, ez ravaszul azt csinálja, hogy felsorol egy csomó
egyes után hatosokat, ezeket felsorolja, és a legvégére oda tesz egy hetest, ami azt jelenti, hogy a számológép okos kerekít. Ezzel a kerekítéssel fogunk ma tulajdonképpen foglalkozni, de még elmondom azt, hogy az első szám, amit előveszünk, az nem a négyzetgyök 2 lesz. Ja, hogy a négyzetgyök 2-t hogy helyezzük el a számegyenesen, az is érdekes. Azt úgy helyezzük el, hogy vesszük a nullát meg az egyet a számegyenesen, ezzel az oldallal szerkesztünk egy négyzetet, ennek a négyzetnek vesszük az átlóját, és ezt az átlót körzővel leforgatjuk a számegyenesre, és az 1 és 2 között valahol az 1,414 táján megjelenik az a pont, amelyik a négyzetgyök 2-nek felel meg. De ez nem pontosan a négyzetgyök 2, mert az 1,414-ben befejeződtek a tizedes jegyek, ez tehát racionális szám. Ennél sokkal kutyább az első szereplők a pi. A pi olyan régi, hogy abban külön előadást kéne tartani, hogy mi a helyzet a pivel. Hát már a egyiptomi rindpapíroszon is rajta van, tehát sok ezer éves a pi leírt változatban, tehát nem úgy, hogy az emberek tudtak róla. Én talán azt a példát mondanám a pire, hogy még a Bibliában is benne van, hogyha azt akarjuk mondani, hogy valami nagyon régi, akkor hivatkozunk a Bibliára, bár az egyiptomi rindpapírusz régebbi, mint a Ószövetségnek a legrégebb ismert változata, ha azt Mózes 5 könyvének tekintjük. A királyok könyvében Salamon templomáról van szó, és abban arról van szó, hogy az épített egy templomot. Ezt még az öreg Dávid beígérte, de nem csinálta, meg Salamonra maradt a fiúra a templom, és ebben szerepel egy olyan dolog, hogy abban van egy bizonyos rituális medence. Ez a rituális medence az olyan, hogy ha átfogjuk széltől szélig, akkor 10 könyök. Ha meg be akarjuk keríteni, mondjuk egy madzaggal körül, akkor 30 könyök. Ez azt jelenti, hogy a 2 hányados a 3. Ez az ókori bibliai pi, mert mi is a pi? Sokan azt mondják, hogy 3,14, ez csak közelítőleg, ez van a köztudatban. A valóságban a pi egy sokkal nagyobb törvényszerűséget fejez ki. Azt fejezi ki, hogy minden kör hasonló. Mi az, hogy hasonló? Az, hogy megfelelő arányok ugyanazok. Például azt mondjuk, hogy egy kis baba hasonlít a papára vagy a mamára, az nem azt jelenti, hogy ugyanakkora a szeme, meg a szája, meg az orra, hanem az, hogy a szeme, szája, orra környéke mutatja azokat az arányokat, ami a szülőkön van. Na most a kör, az egy nagyon szegényes valami, alig van neki valamije. Hát milyen van neki? Van neki kerülete, sugara, átmérője. Semmi mása nincs. Tehát az arány nem lehet más, mint a kerület és az átmérő aránya. Ennek a kettőnek az aránya, ennek a kettőnek a hányadosa, ez a pi. Hogy mennyi a pi, és hogy racionális száme a pi, tehát előáll-e két szegész szám hányadosaként, úgy, hogy az előbb mondtam, hogy 30 osztva 10-zel, ez a matematikusoknál évezredeken keresztül vitatéma volt, míg nem a 19. század első harmadába eldőlt. Akkor azóta tudjuk, hogy a pi egy olyan ronda szám, hogy semmilyen módon nem fejezhető ki véges tizedes törtel, de még végtelen szakaszossal se. Na, akkor induljunk el egy kicsit a pivel, hogy mit tudunk a pi-ről. Na, veszem elő a kalkulátort, a legmodernebb eszközünket, és a legmodernebb eszközünk az azt mondja ki, hogy a pi az 3 egész, és a kalkulátorja jóval többet tud, mint 3,14, elmegy jó darabig, de megáll. Megállott a 4-esnél, azonban világos, hogy aki azt hiszi, hogy ez a pi, az nagyot téved, mert hiszen ez egy véges tizedes tört. A pi nem lehet véges tizedes tört, azaz a pi akkor vagy kisebb, mint ez a szám, ami itt a tetején látszik, vagy nagyobb nála. És most az a feladatunk, és én ilyen példákat szeretnék beletenni a középiskolás anyagba, hogy van kalkulátorod, megengedem, hogy használjad, és arra használjad, hogy most döntsd el, hogy melyik igaz a kettő közül. A kisebb vagy a nagyobb? Mert az egyik igaz. De melyik? Na, akkor most ennek fogunk egy kicsit utána nézni, most következnek nehéz részek. Újra fölírtam a tábla tetejére, hogy a pi, most nem az egyenlőség jelet írtam, hanem a körülbelül jelet, és ott látható az a bizonyos ominózus 4-es. Ez az ominózus 4-es azt jelenti, hogy ez egy kerekített jegy.
Ha kerekített jegy, akkor az alatta lévő sor azt mutatja, hogy az a négyes keletkezhet úgy, hogy vagy a 35-től fölfelé, vagy a 44-től lefelé van kerekítve. Ismerjük a kerekítési szabályokat, 5-től fölfelé megyünk, 4-től lefelé megyünk. Tehát akkor a pi az odaesik e közé a két szám közé, ezt biztosan tudjuk. Szemmértékkel természetesen ez már nem látható a szám egyenesen, egyszerűen a szám, még mikroszkóppal se tudnánk megnézni. Viszont azért most tovább tudunk haladni. Úgy tudunk tovább haladni, hogy megfogjuk a tizedes vesszőt, és elvisszük az ominózus 35-ig, meg a 44-ig, amik feketével vannak szedve. Ez azt jelenti, hogy 10-nek a 8. hatványával kell mind a két oldalt megszorozni, ami annyit jelent, hogy a tizedes vesszőt 8 helyjel visszük jobbra. A 18-on az 100 millió, mert 16-on 1 millió, és a 18-on annak a 100-szorosa, tehát 100 milliószoros nagyításba vesszük át. És akkor megfogjuk a zölddel jelölt részt, ami egy egész szám, és mind a két oldalból kivonjuk. Ez azt jelenti, hogy ezzel a kivonással beszorítottuk a 18-on pi mínusz a zöld részt 0,35 század és 0,44 közé. Ez azt jelenti, hogy a kettő közötti távolság a számnyedesen mindössze 9 század. Szemmel természetesen oly pici, hogy ezt nem lehet látni, de megkérdezhetjük a kalkulátort. Kedves kalkulátor, mennyi szerinted ez a különbség? Nos, a kalkulátor mond valamit, azt mondja, most a fölülről számított 5. sorba vagyok, hogyha a címszót is beleszámítom, de föl is olvasom, azt mondja, hogy ez a különbség 0,35898. Igen ám, de ez a 8-as megint kerekített. Az alatta lévő sor mutatja, hogy az úgy kerekedhet az a piros 8-as ki, hogy vagy a 75-től megyek fölfelé, vagy a 84-től megyek lefelé. És akkor most szépen mindent visszapakolok. Először megfogom, és a mind a két oldalhoz hozzáadom a zöld részt. Ez azt jelenti, hogy az eddigi bal oldalon meg jobb oldalon lévő tizedes vesszők elé kerül oda a zöld részt, mert azok az egész számok. Utána lepakolom a 18-on úgy, hogy mind a két oldalt elosztom ezzel a 100 millióval. Hogyha ezt is megcsinálom, most már majdnem a alulról számított 4. sorba vagyok, akkor a tizedes vesző szépen visszavándorol a hármas mögé mind a két oldalon, és akkor látszik, hogy a pi, ez az érdekes, sokan azt hinnék, hogy nem csináltunk semmit, pedig azt csináltuk, hogy a pi-t egy sokkal kisebb szakaszba, sokkal rövidebb hosszúságú szakaszba soroltuk bele. És ha most elkezdjük nézni a tizedes vesző utáni jegyeket jobbról meg balról, akkor balról is meglátjuk a 35-öt, kicsit vastagabban van szedve zölddel, nem tudom, látható-e. Jobb oldalon is meglátjuk a 35-öt, az is vastagabban van szedve zölddel. Mind a két oldalon ott a 35, sőt a jobb oldalon a 35 után vannak még ilyen jegyek, hogy 89-84, ami világos, hogy nem éri el a tábla tetején lévő piros négyest, mert a hármas után még jönnek 5-ös, 8-as, 9-es, stb. Ebből teljesen világos, hogyha nem éri el a piros négyest, akkor a pi kisebb, mint az a bizonyos kérdés föl volt téve. Meg tudtuk válaszolni. Nem könnyű. Na most az az igazság, hogy ezt én kipróbáltam gyerekeken, nem örültek neki. De volt olyan gyerek, aki próbálkozott. Nézzük meg a próbálkozást. Lehet, hogy az egész előadás ideje elmegy ezzel az egyel, de inkább ezt magyarázom el, mint a többit. A többit legfeljebb villantom, hogy miről lenne még szó, csak azt nem tudom, hogy mennyi idő telt el az én fél órámból. 1/4 óra, vagy több? Akkor tudom nézni, ami azt jelenti, hogy innen számítva a 11-esre, amikor elér az a mutató, akkor be kell fejeznem. Az a 1/4 óra számításom szerint. Nem baj, a 11-esnél befejezem. Amúgy is sok egyessel akarom befejezni. Úgyhogy legalább ez szinkronban lesz. Na, mit próbálkoztak a gyerekek? Azt mondták, hogy kényszerítgessük a számítógépet, legyen 10 pi. Hát a számítógép ügyesen válaszol, fogja a tizedes veszőt, egyel arrébb tolja. Akkor kényszerítgessük úgy, hogy osszunk 10-zel. Mert akkor több jegyet ki kell írni, mert tudjuk, hogy 0,-szel kezdődik. Ki is ír egy nullát eléje? Osszunk 100-zal, ki ír 2 nullát. Osszunk 1000-rel. Akkor azt mondja a gép, hogy túró az én fülembe,
írja azt, amit az előbb a píra mondott, és odaírja, hogy szorozza 10-3-on. A gyerekek tudják, hogy ez azt jelenti, hogy 1000-rel való osztás. Uff, nem segített. Viszont az első ötletet volt, aki megjavította, tehát vannak okos diákok. Okos diák a következőt azt mondta. A pi kiírta, vagy a kalkulátor kiírta, amit kiírt. Utána megszoroztuk 10-zel, valóban, és akkor ugye 1-jel arrébb vette a tizedes vesszőt. És utána azt mondja, hogy a pi 10-szereséből vonjuk le a 30-at, ezt mondta. És a kalkulátor valamit kiírt. És nézzük meg, hogy mit írt ki a kalkulátor. 1-es után kiírja a kritikus 3-ast, és utána ír egy 6-ost. És utána, ha azt mondom, ha az a 6-os még kerekített jegy is, akkor is legfeljebb az 5 kerekedhet 6-ra, tehát a 3-as után legfeljebb egy 5-ösön, tudjuk, hogy 5-ösön az előbbi vizsgálat mutatta, de legfeljebb 6-os. Akkor azt jelenti, hogy a bizonyos piros 4-es még mindig jobbra van ettől, tehát eldőlt vele, hogy a pi kisebb. Tehát meg tudja csinálni egy mai gyerek, hogyha a gyerek eléggé fineszes. Na, itt van a jó öreg Euler, ővel nem akarok sokat foglalkozni, ez az E nevű szám, ez legalább olyan nevezetes, mint a pi. És a gyakorlati haszna is óriási. Ugye a pi-nek minden forgómozgás, minden kerék benne van, abban benne van a pi, ha akarjuk, hanem az E pedig olyan dologban vannak benne, amit úgy hívunk, hogy exponenciális növekedés. Egy kis könnyítő tréfa az exponenciális növekedésre. Mondjuk van nekünk, biológiai lesz a példa, az annak kedvéért. Van nekünk egy ilyen kémcsövünk, abban beleteszünk egy sejtet, a sejt másodpercenként ketté osztódik. Figyeljük, egy teljes óra alatt megtelik a kémcső. Találós kérdés, mikor volt félig? Most a lineáris gondolkodású ember azt mondja, nyilván fél óra, de úgy van, hogy az agyna mondja, a 3599. másodpercben, mert egy másodperccel a letelt előtt. Tehát ennyire gyors az exponenciális növelés ahhoz képest, hogyha az ember a lineáris növekedést képzeli. Tehát ez óriási differencia. Na most a kalkulátorom erre azt mondja, ami fölülről számított ötödik sorban van, hogy E egyenlő 2,7, utána olyanokat ír ki a kalkulátor, hogy 18, 18, 18, 18, 18, az ember arra gondolhat, hogy akkor ez ismétlődik. Ha ez ismétlődne, akkor azt jelenteni, hogy ez az E racionális szám. Nos, a kalkulátorra ki lehet deríteni, hogy nem. Tehát a kalkulátor ezt is tudja, pedig látszólag olyat ír ki, ami megtéveszti az embert. Ezt a problémát azért dobom csak föl, nagyon röviden, most már ilyen villavások jönnek általában, hogy a matematika sok mindent kiderített az E-ről meg a pi-ről, mind a kettőről kiderítette, hogy irracionális, sőt, transzcendens, csak ebben most nem akarok belemenni, hogy mi az, hogy transzcendens, de hogy a kettő összege az racionális vagy irracionális, azt ma se tudjuk. Teljesen nyitott probléma. Tehát nagyon könnyű olyan problémát mondani a számok körébe, amiről nem tudjuk eldönteni a mai eszközeinkkel se, hogy az vajon racionális vagy irracionális, pedig vagy racionális, vagy irracionális. Na nézzünk egy ilyen szörnyszülöttet. Ha valakivel nagyon ki akartak tolni valamikor régen a tanítói vagy tanárai, akkor azt mondták, hogy oszd el az 1-et 17-tel. Hát ez egy pokoli feladat. Az előbb könnyen fejbe elosztottuk a 100-at 15-tel, de az 1-et osztva a 17-tel, ez már sokkal rohadtabb. Azért rohadt, mert ugye az rendben vagy, egyben nincs meg, írunk egy nullát. Teszünk mellé egy nullát, ami azt jelenti, hogy megszorozzuk az 1-et 10-zel. Persze, ha szorzok 10-zel, osztanom is kell 10-zel, ezért a nulla után ki kell tennem egy tizedes vesszőt, és akkor megint ott van, hogy a 100-ba vagy a 10-be hányszor van meg a 17. Jön még egy nulla. Végre a 100-nál, ha jön még egy nulla, és megy tovább a tizedes vesző, akkor már mondhatom, hogy megvan 5-ször, és hogyha megvan 5-ször, akkor ugye 5-ször 17 utána a maradék már 14 lesz, és így tovább, megyünk, és elmegyünk egy jó darabig. Az az érdekes, hogy meg tudjuk mondani, hogy legfeljebb meddig megyünk el. Legfeljebb úgy megyünk el, hogy a maradékok azok mindig olyanok kell, hogy legyenek,
hogy a 17-et nem érik el, mert elérni a maradék a 17-et vagy annál többet, meg lenne benne. Tehát itt legfőjebb 16-ig mehetnek el a maradékok, és ha megnézzük, minden maradék az egyest is beleértve pontosan felsorolódik 1-től 16-ig, nem abban a sorrendben, hogy egymás után jönnek, hanem szép össze-visszaságba. Ez tehát egy szakaszos tizedes tört, méghozzá jó hosszú szakasza van neki. Nos, a kalkulátor, nekem kettő volt, mind a kettőt a Betty vette, a régebbi kalkulátorom kiírta a piros jegyekig, a mostani, ami a zsebemben van, kiírja a zöldeket is. De hol van a többi? Nos, a többit is ki lehet ezzel a módszerrel, amit mutattam, csalogatni a kalkulátorból. Persze azért melós a dolog. Na most nézzük a sakkjátékot. Ősrégi, mindenki ismeri, föltalálta a sakkot, nagyon megtetszett a találmány a királynak, jutalmul kérte a föltaláló, hogy hát a 64 kocka van, elsőre tegyél egy buzaszemet, aztán mindig duplázd meg, tegyél kettőt, tegyél négyet. Hát egy darabig számolgatott a király, hogy azt mondja, hogy hát a kettes, duplája 4-es, duplája 8-as, duplája 16-os, duplája 32-es, duplája 64-es, duplája 128, duplája 256, duplája 512, duplája 1024. Ezt majdnem mindenki tudja, hogy 2 a tizediken az 1024. Erre még szükségünk lesz, nem sokára, nem vetve számoltam el idáig, de 2 elmenni a 63-ig, mert a 64 kocka van, akkor azt jelenti, hogy az egyest is beleszámítva, az utolsóra 2 a 63-on kell, ami egyébként az összesnek, még az előtte lévőknek mind az összege. Hát ez egy baromi nagy szám, ez a 2 a 64-en, és mi van akkor, hogyha én pontosan akarom tudni a buza szemek számát? Hát akkor a kalkulátor azt mondja nekem, ott alulról számítva második sor, 2 a 64-en, az a szörny szülött szorozva 10 a 19-en, ez azt jelenti, hogy az a 10 a 19-en a 10 hatványai mindig szorzásokat jelentenek, 19 nullát kell írni, illetve az elején még megúszom azzal, hogy viszem a tizedes vesszőket szépen jobbra, 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 aztán elfogynak a tizedes vessző helyei, és ha azok is elfogytak, akkor már nem tudok más csinálni, akkor kénytelen vagyok nullákat írni. Nos, az biztos, hogy ez pontatlan, hiszen nullára nem végződhet ez a 264-en mínusz 1, hiszen az egy páratlan szám. Kettő hatványai meg páros számok. Tehát akkor itt valami baj van. Ráadásul 20 jegyű szám. A 20 jegyű számot, ha akarom mondani, aki emlékszik még a nagy számokra a középiskolából, van ugye a millió, billió, trillió, annak már 18 nullája van. Ha ez 20 jegyű, akkor még két jegyő hozzá. Tehát mondjuk valamennyi, tehát 18 trillió körülbelül. Na, mondhatnánk, hogy ózsdi dolog, hagyjuk a fenébe, ne ijeszgessük ezzel a gyerekeket. Csináljunk belőle modern, mai példát. Mai példa az, hogy bankszámla. Mindenkinek van bankszámlája, mindenkinek van PIN kódja. Nos, a PIN kód legyen a 264-ennek az utolsó 10 jegye. Pont az. Hát akkor azt jelenti, hogy az a szám, ami a 264. hatványa a kalkulátor által van adva, az úgy néz ki, alulról számított harmadik sort nézzük, hogy kezdődik úgy, hogy a kalkulátor írta, és ott vannak mögötte, sorakoznak a nullák. Ha valakinek jó a szeme, direkt úgy tagoltam egy kicsit, lehessen látni, hogy az 10 nulla. Az utolsó jegy csupa nulla. Ez nem lehet a PIN kód, ez nyilvánvaló, annál is inkább, mert könnyen lehet látni, hogy a 2 a 64-en utolsó száma az egy 6-os. Azt most nem kell utána járnunk, de biztosan lehet tudni. És utána azt mondjuk, hogy jó, játsszuk el vele az előbbi trükköt, vonjuk le a 2 a 64-enből ezt a sok nullás valamit, és mit mond a kalkulátor? Hát a kalkulátor megint kitol velem, mert az utolsó 10 jegyként mit mutat? 3,709 és 6 darab nullát. Ez megint nem lehet jó. Hát akkor mit csináljunk? És akkor jön a matematikába és a stratégia meg a taktika. Ez pedig úgy, hogy a 2 64-en azt jelenti, hogy a 2-t
64-szer kell összeszorozni önmagával, és akkor most nagyon jól jön nekem az előbbi 2 a 10-e hatvány, ami 1024 volt, mert az 1024-jel mindenképpen könnyű szorozni. Egyel nagyon könnyű, nullával még könnyebb, 2-vel is könnyű szorozni, és a 4-jel is könnyű szorozni, mert amit a 2-vel szoroztam, csak meg kell duplázni. Ősi egyiptomi. Egyiptomiak találták föl a duplázást annak idején. És akkor eljátszhatjuk a következő játékot, ezt most nem fogjuk nagyon részletezni, hogy azzal a trükkel, amit az előbb csináltunk, elkezdünk a kerekítéssel dolgozni a 2 a 44-ennel, mert az 1024 már a kezünkben lenne. Sajnos a 2 a 44-en se tudja a kalkulátor rendesen megmondani, ezért a 2 a 44-en bekerítjük, alulról számított második sor, az egy ilyen, ugyanazt a módszert most megismételtük, beszorítja az egészet a 0,35 és a 0,44 közé, ez csak egy 9 hosszúságú intervallum, és utána elkezdjük megkérdezni a kalkulátort erről, a kalkulátor mond valamit, és akkor a következő megszorítás ugyanazzal a dologgal, ahogy eddig csináltuk, már egy ilyen 9 milliómot hosszúságú intervallumba szorítja ezt a különbséget, visszaépítünk, és kis csalódás ér bennünket, fölülről számított hatodik sor, a 2 a 44-en beszorítja egy marha nagy szám közé, két marha nagy szám közé, ami viszont úgy végződik a bal oldal, hogy 5,5, a jobb oldal 6,5. Látszólag kudarc, de mégse, mert a 2 a 44-en egész szám. Ez csak úgy fér bele ebbe az intervallumba, hogyha az utolsó számjegy a zöldek helyett egy hatos. Csak úgy férhet be az 5,5 és a 6,5 közé egy egész szám. És akkor megvan a 2 a 44-en teljes szépségébe, alulról számított második sorba, és akkor jönnek a nehéz dolgok. Erre a számra rá kell még szorozni 2-nek a 10. hatványával, 1024-jel. Ezt nem nehéz megcsinálni, ha az ember óvatos. Egyessel úgy szorzunk, hogy nem csinálunk semmit. Nullával úgy szorzunk, hogy ott már csinálunk valamit, egyel arrébb toljuk az egészet. Tehát a következő nem úgy kezdődik, ugye, mert hátulról szorzunk, nem úgy kezdődik, amikor a kettessel szorzok, hogy 2x6 az 12, és azt a hatos alá egyel jobbra írom, hanem a hatos alá 2-vel írom jobbra a nulla miatt. Ugye lassan elfelejtjük, mert nyilván, hogy hogy szoroztunk általános iskolába. Megszorozzuk, összeadjuk, kijön egy szörnyszülött, megismételjük, mert kétszer kell az 1024-el szorozni, és akkor a alulról számított harmadik sorban, vastagon, ott van ez a 2 a 64-es szám. És hogyha kíváncsi vagyok a PIN kódra, ez már a legalsó sor, onnan csak kiolvasom az utolsó 10 jegyet 3-as tagolásba, és tényleg látszik, hogy a legvége 6-os, amit annak idején már ugye említettem is, hogy annak kell lenni, megvan a PIN kód. Mondhatja valaki, hogy hát ez egy nagy hülyeség, pedig nem az, ezért vadásszák ezeket a dolgokat, akár a titkosszolgálatok, mert ahhoz, hogy egy hozzáférési adat valahonnan előkerüljön, egy nagyon olyan számot kell elírni, ami a legelérhetetlenebb. Legtöbbször egyébként a legnagyobb primszámot vadásszák, ezért milliós nagyságrendű díjakat írnak ki, hogy ki tudja a legnagyobb primszámot megtalálni, a legnagyobb ismertet, mert azt tudjuk, hogy a primszámok száma végtelen. Tehát nagy verseny folyik annak érdekében, hogy levadásszuk az adatokat, hogy ki tudja ezt a nagy primszámot mondani. Most sokat fogok ugrálni. Előtte visszaugrok annyit, hogy azért természetesen megoldható, hogy klasszikus eszközökkel is. Na, akkor elértem idáig, ez érdekelne még, és akkor a klasszikus ellenőrzéssel való eszközt kihagyom, tehát utána számolással is ellenőrizni lehetett volna az előbbi számokat, hogy játsz, ez egy játék. Egynek a négyzete az egy. Egynek, 11-nek a négyzete az 11-szer 11, ez még fejbe megy. 10-szer 11 az 110, meg még 11, 121. 111-nek a négyzete, hát egyen meg a fene, beütöm a kalkulátorba. Az lesz, amit látunk. 1, 2, 3, 2, 1. 1111-nek a négyzete. Kezd érdekesen alakulni. 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1.
akkor 11.111-nek a négyzete. Még ez is olyan, hogy elindul 1, 2, 3, 4, elmegy a közepéig 5, onnan megy visszafelé. És a kalkulátor egyszer csak bejelenti a csődöt, mert már nem tudja kijelölni, nem fér bele a karakterébe, és azt mondja a kalkulátor nekem, hogy ez az 1, valamennyi szorozva 10 a tizedikennel, ami azt jelenti, hogy lehet látni, hogy a tizedes vesző 9-szel arrébb megy, eljut a kettesig, és az utolsó tízes még egy nullát tesz oda. Ez viszont biztos nem jó, mert a 11.000 vagy a 111.111 mind a kettő egyesre végződik, a szorzat is egyesre kell, hogy végződjön, azaz oda is oda kívánkozik az egyes. És ez, hogyha jól megnézzük, és jól szorzunk, egészen odáig igaz, amikor 9 darab egyes sorakozik egymás után, és azt emelem négyzetre. Utána csődöt mond a szabály, és kijön ez az nagyon érdekes dolog. Én meg elértem a 11 órát, úgyhogy köszönöm a türelmet.